Köszöntöm a kedves hallgatókat, és nagy tisztelettel köszöntöm vendégünket a vonal túlsó végén, Kovács Tamást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Rendészetelméleti és Történeti Tanszékének vezetőjét, egyetemi docens Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Amiről kérdezni szeretném, az pedig a németországi műveleti terv. Az elmúlt napokban, sőt, hát mondhatnánk, hogy amióta Donald Trumpot újra választották, és tudjuk, hogy ő lesz az amerikai elnök, Azóta szinte felbojdultak az események, és nagyon sokan beszélnek a világháborúról, a világháborúnak a kitörésének a lehetőségéről, és hát ebből a hírfolyamba tartozik, vagy csatlakozott bele a napokban az a hír, miszerint Németország felkészíti a saját vállalatait arra, hogy ha bármi történne, akkor mit kell cselekedni, mit kell tenni, tehát egy ilyen háború esetén hogyan kell átállni egy háborús gazdaságra. Jó értem én azt, hogy miről szól nagyjából ez a terv, ugye a sajtóban nyilván csak egy-két dolog jönne le, de itt a németországi műveleti terv alatt körülbelül ezeket értjük? Körülbelül ezeket értjük, illetve hát ugye az is egy komoly kérdés lehet háborús esetben, hogy a német ipargazdaság honnan fog nyersanyagokat szerezni, hogyan tudja az energiát legjobban felhasználni, mennyi, mennyit, miből mennyit kell gyártani a német lakosságot, és adott esetben itt a hadsereget ellássák. Tehát azért ez egy ilyen értelme kicsit nyilván komplexebb terv. Azért érezzük meg, hogy hogy a legtöbb állam még mondjuk az 50-es, 60-as, 70-es években rendelkezett ilyen tervekkel, hogy áború esetén, atomkatasztrófa esetén, stb. 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 helyzetekben mit, hogyan kell az iparba átállítani, hogyan lehet megvédeni adott esetben az ipart, a lakosságot, hogy kéne edukálni erre, mit, mire kéne kvázi kiképezni a lakosságot. Tehát ilyen értelemben ez nem egy újdonság, tehát nem találtak fel a kanálban a mélyedést, de nyilvánvaló, hogy az elmúlt évtizedek azért nem arról szóltak, hogy készülünk egy háborúra. Így van, tehát akkor ez azt jelenti, hogy kiveszik a fiókból ezeket a terveket most, és felfrissítik a mai korvívmányaihoz képest, vagy ezeknek megfelelően? Hát, akár ez is lehetséges. most a németek ezt konkrétan hogy csinálják, erről azért egyre belső információk nincsenek. Nem tartom kizártnak, hogy elővesznek régi, régi, régi régebbi terveket, és megnézik, hogy akkor mit gondoltak. Nyilván ma, 2024, vagy lassan 2025-ben, de teljesen más minden, mint mondjuk akár 10-15 évvel ezelőtt is gondolunk az informatika fontosságára, meg a mobiltelefonok fontosságára, meg hogy ma már egy okos okostelefonban fél életünk benne is rajta van. Tehát nyilván, hogy ezek a 10-20 évvel ezelőtt készített tervek, ezek hát inkább ilyen iránymutatónak jók, mint sem, mint sem, mint sem realizálható terveknek de nyilván a tapasztalatot ilyen értelemben már próbálják újra hasznosítani. Említette is, hogy nagyon-nagyon sok mindent, meg nagyon részletesen nem tudunk nyilván erről a tervről, de olyan gyakorlati lépéseket tartalmaz például, hogy például mennyi teherautósofőr kiképzésére lenne szükség ahhoz, hogyha x sofőr kiesik mondjuk, valamilyen oknál fogva, stb. 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 Tehát ilyen nagyon gyakorlati dolgokról van itt szó. Ugye egy háborúra való felkészülés mondjuk egy vállalat esetében, és akkor kérdezem ezt, mint történész, hogy régen ez hogyan e, e, volt és lehetett, hogy, e, hogy ezért nyilván plusz e, költségekkel jár, e, befektetésekkel jár, tehát egy olyan dologra való felkészülés, ami a biztonságos működést garantálja egy nagyon szélsőséges helyzetben esetben, az mindig Pluszt ő jelent. Kicsit máshonnan közelíteném meg a kérdést. Ugye, hogyha háború van egy országban, most teljesen mindegy, hogy a történetben melyik modern háborút nézzük, akár az elsőt, akár a másodikat nézhetjük, ugye már akkor is voltak erre az esetre különleges törvények, amelyek az államnak különleges jogokat adtak. Tehát például, például ugye ilyen értelemben átvehették bizonyos gyárak, meg ipari létesítmények fölött a kvázi uralmat vagy irányítást. Nyilván nem a tulajdonjogi értelemben, hanem a management értelemben. Tehát erről Magyarországon is lehet példát találni, Németországban is lehet példát találni az első-második világháború időszakából. Ugye ez az egyik része a dolognak, a másik része, hogy ugye fel kell azt ismérni, hogy a gyár működéshez mennyi minimális munkaerő kell. Mert hogyha háború van, ne, legyen, de a háború van, akkor nyilvánvaló, hogy a férfi lakosság egy jelentéken részét be fogják hívni katonának, ki tudja azt kieső munkaerőt otolni, Nyilvánvaló óriási kérdés a logisztika. Gondoljunk második erzsébe királynőre. Hát ő is kamionsofőrként dolgozott a második világháború alatt. Vagy például ugye a, a hölgyeket, ö, arisztokrata hölgyeket is ugye szívesen behívták ö, ö, egészségügyi szolgálatra. Tehát, hogy ezeket a dolgokat nyilvánvalóan mind végig kell gondolni, mind realizálni kell, és hát ez matek kérdése, hogy például a ellátáshoz valóban hány nem mondom, darab kamion sofőr kell, hogy X mennyiségű kamiont el tudjon vinni A-ból B-be, meg C-ből D-be, és hát egy ilyen terve nyilván ezeket végig gondolják, és fel kell azt is mérni, hogy, hogy a német munkerő az most, hogy minél, hogy áll ebből a szempontból, most nagyon praktikus dolgot mondok, hogy hány embernek van olyan jogosítványa, hogy vezethet vele kamiont. Igen, ezért is mondom, hogy nagyon gyakorlati kérdések kerültek napvilágra, de érdekelne, ugye a másik oldala is ennek a kérdésnek a lakosságnak a felkészítése, mert például a Svédországban olyan röpiratokat vagy kiadványokat osztogattak, amelyek erről is szólnak, hogy a lakosság mit tud tenni, vagy hogyan lehet felkészülni egy ilyen helyzetre. Most önmagában csak azt nézzük, amilyen a mostani nemzetközi helyzet és azt, hogy ilyen anyagok készülnek, akár Svédországban, akár Németországban, akkor ezt hogyan lehet értékelni, vagy hogyan érdemes ezt figyelni? Mert van, akiben pánikot, félelmet hoz elő, van, aki pedig elbagatelizálja, hogy hát azért ez túlzás. Öm, azt gondolom, hogy szokás szerint egy aranyközéputát kéne megtalálni. Én azt gondolom, hogy elbagatelizálni... Az egy ilyen intézkedést, vagy, vagy általában egy államnak ezt a fajta szerepét, ez egy komoly hiba. Én inkább azt tartom problémának, hogy az elmúlt évtizedekben itt a hidegháború óta, hát azért erről nem nagyon beszéltünk, hogy mit, mi van, ha mégis háború van, és akkor mit kéne csinálni a lakosságnak. Hát Magyarországon, vagy, vagy a legtöbb európai államban nem erről szóltak a hírek, nem volt erről oktatás, nem voltak erről tényleg tájékoztató kisfilm, közösségi médiában kis videó, stb. stb. Tehát azt gondolom, hogy egy állam erre kvázi készül, hogy bármi rossz bekövetkezhet, és emiatt edukálja a lakosságát, én ezt majd pozitív dolognak tartom. Ugye a másik része, hogy, hogy azt se tartom túlzottan szerencsésnek, hogy valaki rögtön a harmadik és negyedik világháború kitörését vizionálja. Valóban a skandináv országokban kicsit érzékenyebbek az orosz külpolitikai lépések vonatkozásában, ez kétségtelen tény, megvannak vannak nekik is a maguk történelmi tapasztalatai, de én úgy érzem, hogy ott egy kicsit inkább, inkább ennek egy ilyen propagandisztikus elemét is belelátom túl azon, hogy mondom, elfogadom, hogy itt kell egy ilyen praktikus képzése a mindenkori lakosságnak, akár Európában is. Na és ez az, amit nehéz megkülönböztetni, hogy szétválasztani, nem, hogy mi, 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 mikor válik ez mondjuk egy politikai kommunikációvá, és mi az a része ennek, ami viszont hasznos és kell és fontos, akár az állampolgárnak, akár a vállalatnak. Hát pontosan, szóval, szóval most egy kicsit úgy rácsodálkozunk erre, hogy úristen, ilyen is van, miközben, miközben tudjuk jól, hogy a 50-es, 60-as években készültek az atomháborúra, nyilván ott is nagy volt a propaganda, sok volt a propaganda, de nyilván hozzájárult a lakosság egyfajta tudatosságához, hogy mit, kell, mit kellene tenni háborús esetben. Tehát az, hogy az, hogy ez kicsit lankadt ez a fajta figyelem, és azért, azért mondjuk, hogy 1945 óta Európában nagy háború, tehát több országot érintő kontinenset rángorító háború nem volt. A lakosság elszokott tőle, hogy, hogy lehet, hiszen a háború az valami távlati dolog, meg távoli helyeken, valahol Afrikában, meg erre-arra zajlik. E, tehát egy kicsit nyilvánvalóan a békéhez szokott európai társadalmakat ez sokkolja, és hát e, ahogy tetszett volt mondani, igen, ebben benne lehet az, hogy, hogy aki e, háborús propagandát akar kifejteni, az az egy fajta megerősítéseként téli meg ezt, hogy, hogy hát lám-lám már az állam is arra készül, hogy ki fog törni a háború, vagy megtámadnak minket. Miközben erről mondjuk nem tudom, hogy vannak-e konkrét képszerzési információi a svédeknek vagy a németeknek. Na de hogyha egy kicsit az a, arra koncentrálunk, hogy mi lenne, ha mégis megtörténne egy ilyen eset, hogyha Európa bekerülne egy háborúba, és mondjuk itt ugye rögtön a világháborúról mindenkinek az első--második világháborús, emlékek, tanulmányok jutnak az eszébe, de egyáltalán ugyanazokban a sémákban kell -e gondolkodnunk, mint amit megtanultunk például ezekről a háborúkról. Ezt hogyan látja, hogy most csak egy példát mondok, ugye Németországban felvetették azt a kérdést, hogy a német utakon a kamionsofőrök, sofőrök 70%-a kelet-európai. És hogyha kitör egy háború, akkor ezek az emberek éppen hol lesznek. Tehát, hogy, hogy itt az első más második világháború óta mekkorát változott akár csak Európa, hogyan, tehát hogy ezek a szempontok hogyan érvényeselhetnének ma? Hát most nagyon egyszerű választ akarnék mondani, akkor azt mondom, hogy hatalmasat változott Európa, de hatalmasat változott a világ. Tehát, hogy ha meggondoljuk, hogy például az informatikai rendszerek milyen fontossággal bírnak ma, még a hadseregen belül is, a kommunikációs rendszerek, mennyire megváltoztak, mennyire másabbak, mint, mint, akár, és most nem menjünk vissza az ősrobbanásig, de mondjuk akár még a 80-as évekhez képest is. Vagy például a műholdak mennyire segítik a civil és nyilván a katonai szerveknek a munkáját. Az áram és energiaellátás az mennyire a mindennapok része lett, és mire hozzászoktunk ahhoz, hogy hát a konnektorba bedugjuk az akármit, akkor az működik, és jön az áram. Mire hozzászoktunk ahhoz, hogy van tiszta ivóvíz, és hogy ez nem okoz gondot. De egy csomó minden olyan dolog, kényelmi dologhoz hozzászoktunk, és a napink részévé vált, amit, hogyha elkezdenek támadni, akkor az nagyon-nagyon fájdalmas tud lenni. Tehát, tehát én azt gondolom, hogy ha lehet egy újabb háború, nem így ne, ne, nem ez, akkor ez lenne az egyik fő célpont, amit az ellenség támadhatnak, tehát ez a lakosság ellátását szolgáló ö, átas infrastruktúra. Tehát érezzük meg, hogy bármelyik állam esetében, hogyha mondjuk a, a központi ö, adatbázisokat irányító szerveket érte egy támadás, akkor az adott állam is nagy gondba kerülne, hiszen, mint mondottam volt, tényleg a informatikán múlik ma már szinte minden. Hát a másik komoly kérdés az valóban az, hogy, hogy akkor mi lenne azokkal az emberekkel, akik nem vannak az országnak az állampolgárai. És erre a, a, a kérdésre nem igazán tudunk választ adni, hiszen egyik részről nincsen tapasztalatunk, másik részről, másik részről ugye nem tudjuk, hogy ezek az emberek hogyan gondolkoznának hogy mondjuk ugye az említett példa alapján, hogy visszamennének -e a adott közép európai országba, hogy fázi katonának és a saját hazájukat védjék meg, vagy pedig el akarnak kerülni a katonaságot és mint külföldi állampolgár próbálnának meg Németországba valahogy, hát úgy mondjam, ellenni. Arról nem beszélve, hogy ad a németeknek még jó is jöhet, hogy akkor lám-lám a kamion-sofőr kérdés megvan oldva. A COVID-nak az időszaka és az akkor született intézkedéseknek egy része nyilván, hogy nem, nem hasonlítható, vagy nem vonható teljesen párhuzamba egy háborúval, de azért mégis történtek ott olyan dolgok, intézkedések, amelyek mondjuk egy háború esetén is valószínűleg megtörténnének. Ebben jól vizsgázott Európa? Hát túléltük a COVID-járványt, tehát lehet azt mondani, hogy jól vizsgázott Európa. Nyilván minden ország egy kicsit másképpen kezelte a Covid járványt, mondjuk pontos a svédek voltak, azok, akik teljesen másként kezelték a COVID-ot, mint mondjuk Magyarország vagy a legtöbb európai állam. Tehát azt gondolom, hogy az államnak nyilván a Covid járványból vannak bizonyos tapasztalatai, hogy hogy kell mozgatni a, a, a különböző erőszakszervezeteket, hogy lehet a lakosságot hatékonyan tájékoztatni, megint visszatúk arra, hogy Gondolunk arra, hogy a telekommunikációs cégeknek mekkora szerepe van, és telekommunikációs hálózatoknak, hogy a lakosságot elérjük, amikor ma már Magyarországon is több mobiltelefon van használva, mint az ország lakossága. Tehát én értem, nyilvánvaló, hogy vannak bizonyos tapasztalatok, amikre azt mondják, hogy vagy azt lehet mondani, hogy hasznosak, jó volt, hogy kipróbáltuk, tudjuk, hogy mit ne csináljunk, például, ugye ez is egy fontos dolog, de egy háborús helyzet, az egy, az egy teljesen más szituáció lenne. A Németország a stratégiai katonai doktrináját is megújította, megváltoztatta, amihez már viszonylag régen nem nyúltak hozzá, éppen azért, hogy egy háborús hadsereget alakítson ki. Ugye több olyan politikusi nyilatkozat is született, akár a német védelmi miniszter szájából is, miszerint 5-8 éven belül számítanak arra, hogy Vladimir Putyin Oroszország megtámadhatja a NATO-t, ezen belül akár Németországot és ezért készülnek ezekre. Ha a német, úgymond, hagyományt nézzük, ha lehet egyáltalán ezt így nevezni, akkor ezek az intézkedések hova te tehetőek? Mert ugye említette ön is, hogy itt a balti országok néha úgy tűnik, hogy kicsit túlreagálnak bizonyos dolgokat. Azért a németekkel kapcsolatban a józanság, a precizitás, ilyen szavak jutnak az eszünkbe. Én megint egy kicsit másholan közölíteném meg a kérdést. Ugye a németeknek a második világháború óta volt egy ilyen, hát, hogy mondjam finoman, egy ilyen, ilyen öröklött, vagy tovább vitt, ilyen állandósult bűntudatuk, aminek az egyik eleme volt az, hogy például a német hadsereget a Bundeswehrt azért nem fejlesztették annyira, mint amire az talán elvárható lett volna, és bizony-bizony a, a, a tíz évvel ezelőtti hadgyakorlatokról ő, már kiszivárogtak olyan információk, hogy bizonyos eszközök nem működtek a, a, a Bundeswehrnél, és volt egy olyan hadgyakorlat, ez azt hiszem pont 10 éve volt, 2014 környékén, amikor nem működtek a Bundeswehr rádiói, és ezért a illetékes tiszt elővette a privát mobiltelefonját, és azzal hívta fel a parancsnokát, hogy akkor most mi a helyzet. Tehát azt, hogy a német hadsereget is lehet hova fejleszteni, ez azt gondolom, hogy, hogy nyílt titok volt. Azt, hogy most a németek ebbe belállnak, ennek nyilván megvan az az oka, hogy hogy van indok, hiszen hogy háború, háborús helyzet van, és, és az orosz-ukrán háború, hogy mondjam, megadja annak az elvi hátterét, hogy miért kell fejleszteni a hadsereget, mert lám-lám, mégiscsak egy erős hadsereg tudja garantálni az ország békét és biztonságát, nem pedig a szép szólamok. Én azt gondolom, hogy az, hogy Putyin elnök 5-8 év múlva, amikor ő már közelebb lesz a 80-hoz, mint a 70-hez, mit fog tenni, vagy fogja -e valamit tenni, ez egy ez egy nagyon erősen futurisztikus kérdés. A világháború kitörésével kapcsolatban, akkor még hagy legyen egy kérdésem. Történészként kérdezem, hogy egyáltalán az előző háborúkból, nagy háborúból is, akár nem csak az első-második világháborúból, lehet-e következtetni arra, hogy egy nagy háborúnak a kitörését milyen, mik mi előzik meg? Tehát ki lehet-e számolni, lehet-e, reálisan képet alkotni arról, hogy mondjuk hamarosan akár ilyen jóslások, mint hogy 5-8 év múlva mi fog történni, valósak legyenek? Én azt gondolom, hogy nem. Tehát, hogyha valaki, valaki elolvasza az első világháború kitörése előtti időszakról szóló könyveket, akkor is nagyon-nagyon cizeláltal lehetett azt látni, hogy az, az vezethet egy komoly európai konfliktushoz, de az, hogy most pontosan az fog történni, ami történt, azt előre senki nem tudta megmondani. A második világháború az olyan értelemben ez kiszámítható volt, hogy volt egy aktív diktátor, nevezetesen Adolf Hitler, akinek voltak tervei Európával, és, és, lényegében, lényegében ezeket ki is mondta. Az más kérdés volt, hogy a nyugati hatalmak ameddig tudták, húzták, halasztották a dolgot, és bíztak abban, hogy a Szovjetuniót támadja meg Hitler először. Tehát vannak bizonyos jelek, amik utalhatnak arra, hogy, hogy, egy konfliktus eszkalálódik, de az, hogy ebből világháború lesz, és hogy ebből egy akkora konfliktus lesz, mint a ön által is említett első, második világháború, én ezt azért nagyon-nagyon óvatosan gondolom csak. Akkor hagyj legyen egy záró kérdésem, egy picit más témában kérdezném meg, méghozzá azért, mert tegnap friss hír volt az, hogy Izrael tűzszünetet kötött a Hezbollah hal, és ezt ugye nagyon sokan nyilván örülnek ezeknek a fejleményeknek. A közel-keleti konfliktusnak a szempontjából hogyan látja ezt a tűzszünetet? Ez valóban véget vethet ennek a háborúnak, vagy itt most egy szünet következik csupán? Hát szerintem itt a tűzszünetből a szünet szót húzzuk alá. Tehát, tehát a Hizbola olyan veszteségeket szenvedett el ebben az izraeli csapásban, ami az elmúlt hetekben történt, hogy hát nagyon praktikusan gondolkodok, mi más tudták volna csinálni, mint tűzszünetet kötni és megpróbálni rendezni a saját soraikat. Én őszintén megmondom, pessimista vagyok, tehát én azt gondolom, hogy lesz egy tűzszünet, aminek nyilván mindenki felhasználja valamire, például a Hezbollah arra, hogy megpróbálja újra szervezni magát, megpróbálja feltölteni a készleteit, és hát nyilvánvalóan az izraeliek pedig megpróbálják felszámolni a déli banoni hitzbolla állásokat, amikről hát a sajtóban is elég sok kép megjelent, hogy hát nagyon szépen képített bunkerek és fölhalmozott rakétakészletek voltak ott. De nem vagyok optimista, ez egy szünet, és lehet, hogy jövőre újult erővel folytatódik ez a háború is. Nagyon szépen köszönöm, hogy ebben is ö, tudtam kérdezni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészet Tudományi Kar Rendészet Elméleti és Történeti Tanszékének vezetőjét, egyetemi docensét, Kovács Tamást hallották. Köszönöm szépen!